A terca vezető arra emlékeztetett, a nyári hónapokban 1,8 millió hektáron tartanak az aratási munkálatok, az őszi vetés területek nagysága ugyanis a jelenlegi gazdálkodási évben átlag feletti. Az aratás kezdete kora kalászosok és a repce is kedvező állapotban voltak. Ezen növények esetén a termés országos mennyisége és átlaghozama alul marad az előzetes várakozásokhoz képest. Ugyanakkor jobb a tavalyi történelmi aszályos évnél, fűzte hozzá. Nagy István hozzátette, az őszi árpa aratása befejeződött, amely összesen 2.193.710 tonna termést hozott 397.875 hektáron. Az országos termés átlag 5,5 tonna per hektár, ami elmarad a várakozásoktól. Az őszi búza termőterülete jelentősen növekedett idén a tavalyi évhez képest. E növény esetében is a végéhez közelednek a munkálatok, 86%-os készültségnél 5,5 tonna per hektár körüli termés átlag várható. Az őszi káposzta repce betakarítása is a végénél jár. A tavalyi évnél 50.000 hektárral kevesebb, 189.000 hektár a vetés területe. Ugyanakkor jó termés átlag ígérkezik, az össztermés 614.000 tonna körül alakulhat, részletezte a miniszter. Nagy István kitért arra is, a szalma betakarítást és tárlóhántást folyamatosan végzik, ahogy az időjárás engedi. Az esőzések miatt kedvező nedvesség állapotba került a talaj felső része, így felgyorsult a tarlóhántás, valamint a másodvetési munkák is.